Októbertől foglalhatják el ténylegesen helyüket a júniusban megválasztott képviselők és polgármesterek. A korábbi alaptörvény módosítás értelmében idén nem az öt éves ciklus végén, hanem tavasszal az európai parlamenti választásokkal egy időben tartották a helyhatósági választásokat, így az új önkormányzatok megalakulásáig fél évet kellett várniuk a mandátumot szerző képviselőknek, polgármestereknek. A hivatalba lépést megelőzően térségünkben szabózsolt országgyűlési képviselő, Sorra keresi fel a településeket, hogy egyeztessen az újonnan megalakuló testülettel. Így például Rózsa -Szent Mártonban is járt. Rózsa Mártonban az újonnan felálló képviselő testülete és polgármester úrral találkoztam. A település fejlesztési koncepció elkészítéséről beszélgettünk, valamint olyan közösségépítő koncepció elkészítéséről, amitől jobban érzik, vagy úgy érzik a Rózsaszemmártoniak, hogy milyen jó itt élni. Úgy érzik a fiatal családok, hogy milyen jó itt letelepedni. Egy nagyon pozitív beszélgetés volt, a jövőbeni képviselők is ott voltak, jelen, le voltak ezen, nagyon jó hangulatú volt. A magam részéről felajánlottam, hogy teljes egészében segítem a munkájukat, segítem a falut, itt leszek, bármilyen probléma, gond van, abban nagyon szívesen részt veszek. Teli vannak kreatív gondolatokkal, ötletekkel, jó volt hallgatni a, képviselő, a jövőbeli képviselőtestületet. Én köszönöm szépen a mai nap lehetőségét, és örömmel jövök máskor is Rózsaszem Mártonba. A Rózsaszent Mártoniak héttagú képviselőtestületet választottak, a polgármesteri feladatokat Hucka Márk viszi tovább Sipos János né után. Te Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úr, hát és az újonnan felálló képviselőtestülettel, hát egy nagyon baráti Beszélgetésen vettünk részt, ahol a testület megoszthatta a képviselő úrral elkövetkezendő időszakra vonatkozó terveit, elképzeléseit, hát és átbeszéltük a megoldást. Ludasra is ellátogatott térségünk országgyűlési képviselője, ahol szintén új polgármester vezeti a falut októbertől Szalai Éva személyében. A hivatalban lévő képviselőtestület és polgármester megbízatása 2024. október 1-ig tart, az újonnan megválasztott képviselők és polgármesterek megbízatása pedig ugyanezen a napon kezdődik meg. Ludason voltunk, ahol is az új képviselőtestülettel találkoztunk. Itt új polgármesterasszony van, illetve új képviselők, akik a település jövőjét szeretnének dolgozni. Amiről beszélgettünk, különböző koncepciók, település fejlesztési koncepció, valamint közösségépítési koncepció. Ebben a következő alkalomra felkészülünk, végig gondoljuk, és együtt átbeszéljük, hogy mit szeretnének, mit gondolnak. Az alapkérdésem az volt, miben tudok segíteni és hát ebben a témában beszélgettünk egy jót, nagyon kellemes jellegű beszélgetés volt. Két éten belül már együtt dolgozhatnak ludas jövőjéért. Az egyeztetése következő állomása Heréden volt, ahol Ilkutót András folytatja megkezdett munkáját településvezetőként. Szabó Zsolt, az országgyűlési képviselő úr látogatta meg településünket, a, képviselő, a megválasztott képviselőkkel találkozott, és azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív beszélgetésen vagyunk túl. Bízunk a sikeres folytatásban képviselő úrral közösen. A gyönyörű sakkeredményeiről is híres faluban tovább szeretnék erősíteni a közösséget, illetve fejleszteni a községet. Heriden vagyunk a polgármesteri hivatal előtt, Ékótó András polgármesterről együtt, és az új képviselő csapattal találkoztam a mai napon. Koncepciókról beszéltünk, településfejlesztési koncepcióról, még ránk is harangoztak, ami direkt jól jön ki, illetve ö, olyan koncepcióról, ami a település civil életét, lakosságát összefogja. Egy szóval egy, egy olyan csapatot épít Heréden, amitől jó Heréden lakni, nagyon sok fiatal család jön ide és amitől épül, szépül a, a falu, épül a település. Nagyon jó hangulatú volt a találkozó, nagyon sok témát érintettünk, és megbeszéltük októberben a következő időszaki folytatást. Én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem, és nagyon jó munkát kívánok az új képviselőtestületnek. Az országgyűlési képviselő a tervei szerint a többi térségi településre is ellátogat, hogy átbeszéljék az új irányokat.